határon átnyúló programok szilárd hulladékgazdálkodási és turisztikai fejlesztésekre is nyert határon átnyúló pályázatot a megye. Kevesebb mennyiség, rosszabb minőség, 20%-kal visszaesett a dohány termés mennyisége a tavalyi adatokhoz képest. Rutin rókák, új baleset megelőzési programot indított a megyei rendőrfőkapitányság. Az alma ár és a határon átnyúló pályázatok kerültek a keddi közgyűlés középpontjába. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sajátos geopolitikai helyzetéből adódóan, mint három országgal határos térség több határmenti együttműködési programban is érintett, így többek között hulladéklerakó építésére nyert támogatást a Beregszászi járásban. A megyében turisztikai attrakciók fejlesztésére és templomok megújítására is biztosítanak majd forrást a határmenti országokkal közösen elindított projektek, illetve a reformáció európai kulturális útvonalához is csatlakozik a megye. A napirendi pontok megvitatása előtt az almaár kérdése kapta a legnagyobb hangsúlyt a közgyűlésen. Az alma több száz család megélhetését határozza meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Veres János szerint nem sikerült hosszú távú eredményeket elérni az augusztusi termelők által szervezett demonstrációk és egyeztetések során, amelyet támogatott a MAGOSZ és az Agrárkamara is. Nem elég az, hogyha látszólagosan megpróbálnak valamilyen eredményt szépen föltüntetni, hanem ennek az eredménynek tartósnak is kellene maradnia. Nem fogadható az el, hogy Magyarországon alacsonyabb árat fizessenek az ipari almáért, mint Lengyelországban vagy Ausztriában, ezért érdemben kellett volna eredményt elérni. Én keveseltem a kormány szerepvállását ebben a folyamatban, lévén, hogy olyan feldolgozó is van a feldolgozó cégek között, amely a kormánynak stratégiai partnere. Legalább ezzel a céggel a kormánynak lényegesen eredményesebb tárgyalást kellett volna folytatni. Magyarországon körülbelül 150 ezer tonnával több alma van, mint amennyi a gyártási kapacitás lenne, jelezte Bakti János. Én azt gondolom, mindenféleképpen eredménnyel zárult a demonstráció. 3 hétig kőkemény munkával igyekeztünk elérni azt, hogy az induló 13 forintos ár az megváltozzon. Sikerült is elérnünk, tehát 20 forintra, nettó 20 forintra felemeltük a felvásárlási árat. Az valóban igaz, hogy jelen állapotban a felvásárlási árak csökkentek, de azt is tudnunk kell, hogy lényegesen több ipari alma van a területeken, mint amennyi a gyártási kapacitás. Tehát ez valamilyen szinten egy olyan kialakult piaci helyzet, amivel mi sem és a termelők sem tudnak mit kezdeni. Tanulságos volt az elmúlt egy hónap, jövőre teljesen másképp kell hozzákezdeni a piac kezdéséhez. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sajátos geopolitikai helyzetéből adódóan, mint három országgal határos térség, több határmenti együttműködési programban is érintett. A Tisza korlátolt felelősségű európai területi társulás nyert az ENI pályázati keretben, amely egy Ukrajnát is megcélzó együttműködési program. Ennek értelmében 5 millió eurót biztosítanak egy hulladékgazdálkodási projektre a határtérségben. Ennek a programnak a fele, nagyjából a fele összegében egy lerakót fogunk építeni, fog fejleszteni a Tisza Európai Területi Társulás Beregszász mellett Jánosi település közigazgatási területén. Ez egy nagyon jelentős beruházás lesz a határtérségben, egy európai szabványnak megfelelő hulladéklerakó, amely lehetővé teszi, hogy a szilárd hulladék mennyiségét, amely most gyakorlatilag korlátozás nélkül ömlik a folyóvizeinkbe, azokat, ezt a mennyiséget csökkenteni tudjuk. Remélhetőleg pár éven belül ennek látjuk az áldásos hatásait. A projekt terveiben ezentúl szerepel még a huszti környezetszennyező és elhagyott lerakó rekultivációja. Ennek végrehajtása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mintára történik majd, illetve száraz biogáz üzem épülhet Kisvárdán, amely a biofrakció még hatékonyabb feldolgozását teheti lehetővé. De a megye turisztikai határon átnyúló programokban is részt vesz. Az interreges pályázati program keretében nagyjából 13 millió eurós pályázati programot nyert a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat a Szatmári, Romániai Szatmári megyei tanáccsal. Közösen ennek a programnak a nagyobb részét, döntő többségét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében valósítjuk meg. Szatmár megyében, a Szatmár-Németében lévő Szatmári Múzeum megújítása,
újjáépítése, felújítása, illetve tartalmi megújítása szerepel a programban, míg a megyében számos turisztikai attrakció Nyíregyházától Nyírbátoron át, leveleken keresztül nagyon sok helyen valósítunk meg turisztikai attrakciófejlesztést, illetve számos műemléktemplom is, 15 műemléktemplom is megújul. Egy nemzetközi projektbe is csatlakozott a megye, a Reformáció Európai Kulturális Útvonala című programba. Ez az Interreg projekt a reformációhoz kapcsolódóan az első olyan transznacionális, kulturális útvonalat tervezi létrehozni, amely a közép-európai reformációs hagyományokra épül. Célkitűzése, hogy Európa és világszerte ismertté tegye a reformáció hagyományait és hagyatékát, ezáltal megismerteti a kulturális örökségeket. Idén várhatóan 18 000 forint lesz a nyugdíjprémium, közölte Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Tavaly 12 000 forintot fizetett a kormány a nyugdíjasoknak, az idei 4,4%-os gazdasági növekedésnek köszönhetően ez az összeg várhatóan 6 000 forinttal magasabb lesz az idén. Ha az éves gazdasági növekedés meghaladja a 3,5%-ot, akkor a növekménnyel megszorozzák az egyheti nyugdíjat, és így kapják meg az éves nyugdíjprémium összegét, mondta az államtitkár. Ez idén közel 2,6 millió nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülő embert érint Magyarországon. Akár 20%-os termés kieséssel is számolhatnak a dohánytermelők idén, nem csak a mennyisége, a minősége is rosszabb a termésnek, melynek legfőbb oka az aszályos időjárás, valamint a szakember hiányból adódó, nem megfelelően elvégzett munka. A dohány betakarítását a szokásosnál 2 héttel korábban kezdték idén, és várhatóan ezen a héten mindenhol befejeződnek a munkálatok. A szakemberek évek óta negatív eredményekről tudnak beszámolni a dohánytermesztés kapcsán. Az ágazat támogatottsága szempontjából a 2010-2015 közötti pár év volt kiemelkedő. Akkor ugyanis nem a nemzeti költségvetésből, hanem Európai Uniós forrásból gazdálkodott a szektor. Ha pedig a termésmennyiség felől nézzük az eredményeket, akkor a 30 évvel ezelőtti időszak volt a legjobb, közölte Bényei Illés, a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke. A tavalyi 6800 tonnás termésmennyiség jónak számított, az idei ennél 20%-kal is kevesebb lehet. A betakarítás idén mintegy 2 héttel hamarabb kezdődött, a korábbi évekhez viszonyítva. Betakarítás tulajdonképpen egy 2-3 napon belül nagy valószínűséggel 100%-ban befejeződik. Az ezévi termés az sajnos elmarad a korábbi évek termésétől, ennek egyetlen oka van az aszály, illetve a másik oka, ami késleltette a betakarítást, a munkaerő hiánya. A hazai dohánytermő területnek jelenleg már a 90%-a van Szabolcs megyében. Mintegy 12-15 ezer ember dolgozik ezeken a területeken. A korábbi idénymunkások nagy része most külföldön dolgozik, egy másik részük pedig közfoglalkoztatott. Ez okozza a munkaerő hiányt, tette hozzá Bényei Illés. Ebben az évben közel 130 szerződéssel kevesebbet is kötöttek, ez nagyjából 130 hektárral jelent kisebb területet. A dohány a meleg, csapadékos időjárást igényli. Idén-nyáron az aszályos időszak nem tett jót a növénynek, valamint a hozzá nem értő, nem megfelelően elvégzett munka is okozza a rossz minőségű, akár 20%-kal is kevesebb termésmennyiséget. Sajnos elég jelentős lesz a kiesés. Országosan egy 5800 tonna száraz dohányra számoltunk, hát ebből nagy valószínűséggel 5000 tonna körül várható. Én örülnék neki, ha meg lenne az 5000 tonna. A Virginia dohány felvásárlását a szolnoki Dofer már augusztusban megkezdte, a nyíregyházi ULT pedig szeptember 10-től kezdte az átvételt. Szerződést 4500 tonnára kötöttek ebből a fajtából. Bényei Illés szerint jó, ha el tudja érni a 4000 tonnát a felvásárolt mennyiség. A Börli dohány felvásárlása várhatóan decemberben kezdődik. Agrártörténetileg óriási veszteség lenne, ha a szabolcsi termelők elhagynák az ágazatot, ezért biztosít az állam mintegy 1 millió forintos hektáronkénti támogatást. Ha ez nem lenne, sem Magyarországon, sem pedig Európában nem működne a dohánytermesztés.
Rutinrókák címmel indult új balesetmegelőzési program, amelyben a rutinból vezetőket szeretné megszólítani a rendőrség. Ez azért is fontos, mert a balesetet okozók 70%-a 5 évnél idősebb jogosítvánnyal rendelkezik. Ez az arány még magasabb lenne, ha a kerékpárosok által okozott baleseteket is beleszámítanák a statisztikákba. A rendőrség rendezvényein, főleg falunapokon merült fel az ötlet, hogy érdemes lenne a régóta vezetői engedéllyel rendelkezők tudását felmérni. Náluk ugyanis sokszor nincs tudásmegújítás, nagyon kevesen követik a jogszabálymódosításokat. Ezzel akkor szembesülnek, amikor rutinból vezetve esetleg problémát okoznak és rájönnek, hogy ami valamikor megszokott és jó volt, az a mai világban már nem feltétlenül úgy működik. Hangzott el 35 perc című műsorunkban. Igazándiból azt szeretnénk, hogy az emberek foglalkozzanak magával a KRESZ-szel, hiszen a KRESZ tesztet tölt ki, amit a honlapunkon tehet meg, akkor ezáltal gyakorolhat, hiszen azonnali visszajelzést kap arról, hogy helyes vagy helytelen volt a válasza. Ha a 10 kérdéses KRESZ tesztet 80%-ra legalább kitöltötte, akkor beregisztrálhat, és részt vehet majd a gyakorlati napon, ahol a kormányhivatal közlekedési felügyelősége egy próba vizsgát fog majd nekik prezentálni, és aki ott megfelelt, illetőleg a Vöröskereszt segítségével az első segély tudását is megújította, az egy vizsgabiztos mellé beülve számot adhat gyakorlati tudásáról, újra levizsgázhat, mint egy 17 éves friss gyermek, és megnézheti, hogy mennyit változott azóta az ő képessége, alkalmas-e még arra, hogy most levizsgázzon. Ha nem sikerül a vizsga, az sem jár hátrányos következményekkel, de aki sikeresen vizsgázik, az ajándékcsomagot kap. A 10 kérdéses tesztet úgy állították össze, hogy akár az orvosi rendelőben várva vagy a boltban sorban állás közben mobiltelefonról is kitölthető legyen. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy még van mit tanulniuk a sofőröknek. Ez már 2 hete elérhető, illetve korábban is próbaverzióként már fenn volt az interneten, és a www.ssbmbb.hu honlapon találják meg ezt a tesztet, illetve több oldalról is erre a honlapra van átirányítási lehetőség. Hát ez a nehéz volt így kimondani, de ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei balesetmegőrzési bizottságnak a rövidítése, tehát így megtalálnak minket, ha ezt így beütik a keresőbe, akkor ki fogja adni ezt a honlapot. A működés óta annyian regisztráltak, hogy a rendőrség már szervezi a gyakorlati napot. Ez 3 részből fog állni. Egy KRESZ-teszt kitöltése után első segélynyújtásból vizsgáznak, végül egy vizsgabiztos mellett egy rövidített vizsgaútvonalon zárják a napot. 17. alkalommal ünnepelte Nyíregyháza önkormányzata a szépkorúakat az idősek világnapján. A jeles nap arra hivatott, hogy felhívja a figyelmet az idősek támogatására, szeretetére, hiszen ők is a társadalom hasznos tagjai. Az ő élettapasztalataik, cselekedeteik és nevelésük nélkül ma nem élhetnénk ilyen körülmények között, hangzott el az ünnepségen. Megtelt a Váci Mihály Kulturális Központ az Idősek Világnapja alkalmából tartott városi ünnepségen. Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először az Idősek Világnapja programsorozatot október 1-én, azóta minden évben megemlékeznek az idősekről. A cél az, hogy felhívják a figyelmet a méltóság teljes időskorra. Megteremtették számunkra azt a lehetőséget, hogy békében és biztonságban nőjünk fel, és tehessünk aktív időszakunkban az országért és ezért a városért, hanem azért is, mert ők egy olyan korszakban tették ezt, amikor nem volt annyira könnyű és jó helyzetük, mint amelyben mi vagyunk, meg a gyerekeink is. Ezt lényegében azoknak az embereknek köszönhetjük, akik most élnek és nyugdíjban vannak. Fontos az idősek visszaintegrálása a gazdaságba is, hiszen az európai országok többségében évről évre csökken az aktív dolgozók aránya. Az idősek foglalkoztatásával azonban ez az arány növelhető. Nem maradjanak bent a 4 fal között, hanem próbáljanak alkotni, próbáljanak aktívnak lenni, próbálják kiírni, kibeszélni magukból azt, amit gyermekkorukban, fiatalkorukban tapasztaltak, és emellett vagyunk mi elkötelezettek, ezért van idősügyi tanácsa Nyíregyháza városának, ezért ülésezik ez szinte minden hónapban, hogy azokat a problémákat, panaszokat az önkormányzat is meghallja, ami a nyugdíjas embereket foglalkoztatja. Jelenleg körülbelül 600 millió 60 év feletti él a világon, és az előrejelzések szerint számuk 2025-re akár meg is duplázódhat.
6 testnevelő tanár vehetett át elismerést ma a megyei közgyűlésen. A Magyar Diáksport Szövetség és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat együttműködésének köszönhetően tehetséggondozás és az utánpótlás nevelés területén elért eredményeikért díjazták a pedagógusokat. 2014-ben kötött együttműködési megállapodást a Magyar Diáksport Szövetség és a megyei önkormányzat azzal a céllal, hogy a korábbinál is hatékonyabbá tegyék az iskolákban végzett szakmai munkát. Az elmúlt tanévben 18 arany, 14 ezüst és 16 bronzérmet szereztek a megyebeli sportolók az országos döntőkben. A keddi közgyűlésen 6 testnevelővel tett át elismerést a tehetséggondozás utánpótlás nevelés területén végzett kiemelkedő munkájáért. Nagyon sok olyan testnevelő van, nagyon sok olyan elhivatott szakember van, aki rengeteget tesz nem csak a diák sportért, hanem a megyei sport életért is, és a megyei oktatás nevelésben kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Ezért nagyon nehéz valóban ilyenkor választani, de nagyon örülünk annak, hogy ilyen nagy a felhozatal, mert az lényegében azt jelképezi, meg azt is jelenti, hogy a megyei sportélet az egy megyei sportéletben nagyon magas szakmai munka folyik. Úgyhogy a most kiválasztott testnevelőknek ezúton is szeretném megköszönni, de azt azért kihangsúlyoznám, hogy ez a díjazás, ez bár névre szóló, és ez a 6 ember fogja megkapni, aki itt a megyei közgyűlésen díjazásra kerül, vagy elismerésben részesül, de én úgy gondolom, hogy ez a teljes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sportéletnek és a teljes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktató és nevelő testnevelő munkának szól. A Magyar Diáksport Szövetség elnöki tanácsadója elmondta, mindent megtesznek azért, hogy a jövőben is minél többen vegyenek részt a Diák Olimpia versenyrendszerében. Mi igyekszünk segíteni a fiatal testnevelőket abban, hogy ráérezzenek a Diák Olimpia ízére, hogy elhivatottságuk legyen az iránt, hogy a tehetséges diákokat sportra is, versenysportra is ösztönözzék. Igyekszünk módszertani képzésekkel, új módszerekkel segíteni őket abban, hogy mind a mindennapos testnevelési órák változatosak, érdekesek legyenek, mind pedig lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy felkészítsék a diákokat erre a szerintem nagyon szép területre. Remélem, hogy az is ösztönzi őket, hogy a Diák Olimpia országos döntőibe elért egy-három helyezett sportolóik plusz 10 pontot kapnak majd a felsőfokú felvételi eljárás során, és ezt azt gondolom, hogy ez egy jó motiváció. Jónás Béla tanítványai a kisvárdai Besenyei gimnázium színeiben atlétikában értek el sikereket az elmúlt 2 évtizedben. Az elmúlt években több jó eredmény született, például a legutóbbi Diák Olimpián a cél magasugrásban győzött a tanítványom, illetve kislabdahajításban Diák Olimpiai csúccsal győzött egy általános iskolás kislány, aki ugyan még nem gimnazista, nem a Besenyei gimnázium tanulója, de már nálunk foglalkozott az atlétika sportággal. A közgyűlésen elismerésben részesült még Végvári Ferenc, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, Moraszki Gyuláni, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gyulai Ákos, a Tiszavasvári Általános Iskola és Nemes Sándor, valamint Urbin Tamás, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola testnevelő tanára. Megszerezte 6. bajnoki győzelmét, és ezzel az MB3 keleti csoportjának élére ugrott a sényői futballcsapat. Az újonc a 8. fordulóban a Cigándot verte 2-0-ra, és 2 pont előnnyel vezeti a tabellát az ESMTK előtt. A másik megyebeli csapat, a Nyírbátor hazai pályán kapott ki 2-0-ra tájától. Újoncként vágott neki az NB3-as szezonnak a sényői futballcsapat, amely utcahosszra nyerte a megyei első osztályú bajnokságot, és mellette az amatőrkupát is elhódította. Nyáron Sándor Tamás helyett az Imrő László Fiumei Viktor páros vette át a szakmai munka irányítását, a csapat pedig ott folytatta, ahol egy osztályjal lejjebb abba hagyta. A 8. forduló előtt 3 másik csapat társaságában 16 pontos volt a sényű, a Cigánd elleni 2-0-as sikernek és a többi eredmény alakulásának köszönhetően viszont már egyedül vezetik a keleti csoport tabelláját Kapacidáig. Ráadásul a Magyar Kupában is áll még az együttes, az osztálytárs Makó pedig egyáltalán nem tűnik legyőzhetetlen ellenfélnek a legjobb 32 közé jutásról döntő párharcban. A klub elnöke szerint a vezetőket is meglepték az elmúlt hetek eredményei. Ilyen jó kezdésre nem számoltunk, ez minket is meglepett, bár a lejátszott meccsek játékképe alapján úgy gondolom, hogy amit elértünk, az reális. Mint Pehely Zoltán elmondta, a jó kezdés ellenére is igyekeznek a földön maradni, így továbbra is a bajnokság elején kitűzött cél lebeg a szemük előtt. Nem változott semmit,
a biztos bennmaradás. Talán annyi, hogy szeretnénk minél hamarabb ezt bebiztosítani, akár már az őszi szezonban annyi pontot szerezni, hogy tavasszal nyugodtan játszunk, és talán azt is most már reménykedünk, hogy akár ez a bennmaradás egy számjegyű lesz. A 8. forduló további eredményei a következők: Deac Jászberény 5-1, Eger Szolnok 2-0, Füzesgyarmat Diósgyőr 2-0, Gyöngyös SMTK 0-0, Nyírbátor Tája 0-2, Tiszaújváros Sajóbábony 5-2 és Putnok Salgótarján 3-1. A tabella élén a 19 pontos Sényő áll megelőzve a 17 pontos SMTK-t. A Nyírbátor 13 ponttal a 9. helyen várja a folytatást. A következő fordulóban a Sényő Tájára, a Nyírbátor pedig Sajóbábonyba látogat. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Szabolcs-Szatmár Bereg megye sajátos geopolitikai helyzetéből adódóan mind három országgal határos térség több határmenti együttműködési programban is érintett, így többek között hulladéklerakó építésére nyert támogatást a Beregszászi járásban. A megyében turisztikai attrakciók fejlesztésére és templomok megújítására is biztosítanak majd forrást a határmenti országokkal közösen elindított projektek, illetve a reformáció európai kulturális útvonalához is csatlakozik a megye. 20%-os terméskiesés és rosszabb minőség, ez jellemzi az idei dohánybetakarítást. A növény a meleg, csapadékos időt kedveli, az idei aszályos időjárás, valamint a munkaerőhiány sem volt pozitív hatással a betakarításra. A szakember hiánynak köszönhetően pedig az elvégzett munka sem volt minden esetben a legjobb minőségű. Az 5 évnél idősebb jogosítvánnyal rendelkezőknél sokszor nincs tudásmegújítás, nagyon kevesen követik a jogszabálymódosításokat. Ezért Rutin Rókák címmel új balesetmegelőzési programot indított a Megyei Balesetmegelőzési Bizottság. A 10 kérdésből álló teszt kitöltését egy gyakorlati nap követi, ahol a KRESZ-ből és elsősegélynyújtásból tett vizsga után egy rövidített vizsga útvonalat teljesíthetnek a vállalkozó kedvűek vizsgabiztos felügyelete mellett. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 2-án kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra. Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Szerdán egy újabb hidegfront éri el hazánkat, amely nem okoz nagy hőmérsékletváltozást, de a nyugati szél nagy területen lesz erős, néhol viharos is. Az előttünk álló éjszaka kora délutántól fokozatosan csökken a felhőzet, kisüt a nap, majd a hajnali óráktól ismét felhősödés kezdődik. Estig eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati, majd a nyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik, majd késő délutántól mérséklődik a légmozgás. Reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felhő átvonulások várhatók, több-kevesebb napsütéssel. Néhol gyenge zápor előfordulhat. A nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Délutánra 16 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg fronti hatás van térségünkben. Péntekig sok lesz a napsütés, csapadékra sem kell számítani. Szombattól azonban már lehetnek felhősebb időszakok is, de csak néhol alakulhat ki eső, zápor eső. Erősödik a nappali felmelegedés, délután a legtöbb helyen 20 fok köré melegszik majd fel a levegő.